Sziasztok, Bodzi vagyok, és ma Probirkának a T-3485M-mel elkövetett kis csatácskáját mutatom be, amit a Westfielden játszott. Ugye Probirka ezzel a csatával nyerte meg a Vot Info MP Madness nevezetű versenyét, amely arról szólt, hogy a T-3485M-mel ki tudja a legtöbb sebzést kiosztani. Hát ez Probirkának ezzel a csatával sikerült. Nem véletlenül, mint ahogy az sem véletlen valószínűleg, hogy három kiválóságjel van a tanknak a csövén. És nézzük is, hogy ezen a pályán mit is szoktak alkotni a tankok. Ugye ebbe a pozícióba szoktak itt elmenni, a C2-3-ba a heavy tankok. Általában ide gyorsan beszokott futni egy light, ide be szokott futni még egy light, és általában ezt a pozíciót szokták fölvenni a közepes tankok. Ugye tőlünk is megy a 12 tonna. És itt elkövetett egy hibát, lehet, hogy elment volna a domb mögé spotolni, szépen oda bement oda előre, és valószínűleg vagy ezen a ponton így van, ott is van az LTTB, őt gyönyörűen kiszedték, és mert egy 4-30-as sebzés kapott, valószínűleg egy TD lövését kapta be, aki valahol szerintem ezen a ponton vagy ezen a ponton állhat, de ugye úgy végezték ki Isten igazából, hogy az LTTB-n kívül senki nem derítődött fel. Ezt felismerve Probirka úgy gondolta, hogy kell ott lenni, mi szerintem még egy spotternak, és most valószínűleg az LTTB derítéséből kapja az áldást. Most már el kéne kezdeni itt ezt a pozíciót komolyan venni, mert még sebzés nem osztott ki Probirka, de már is csak 204 HP-ja maradt. És Probirka úgy gondolja, megpróbálja, hoppá, hoppá, hát az ott mit csinál? Ezt nézzük meg ismételve, ez egy olyan szép leszutrit burger volt. Szóval Probirka megpróbálja a standard helyeket lövöldözgetni, ahol szerinte a spotterek lehetnek. Sem blind shotokat enged el, hogy hát ha betalál, de eddig nem túl sok sikerrel. Na, megvan az első találat a Probirkának. És úgy néz ki, hogy Houston baj van, mert ott van egy T-37, egy UDES, alul pedig egy T-29 érkezik. És Probirka úgy gondolja, hogy mivel van egy alig HP-s T-34-85M, egy fél HP-s Grand Finál, illetve egy 1/3 HP-s T43, inkább egy kicsit visszább húzza, hogy hátra tudja majd ezzel a maradék is kevés HP-jával a csapatot támogatni. És mennyire jól gondolta, erre nagyon jó példa az, hogy a Grand Finált már majdnem teljesen kiszedték, a T43 is már szinte már csak egy lövés, tehát három egylövéses tankunk maradt fönt a hegyen. Ugye minden csatához a tudáson kívül kell egy kis szerencse, ebben most szerencse az volt, hogy még egy lövés nem kapott be idáig Probirka, a tudás meg az volt, hogy időben visszavonulót tudott fújni. Ugye itt hátul a bázis mögötti területen ez a bokros rész nagyon jó spotot ad. Elment való pont a háta mögött.
És 1335 damage után Probirka megszerezte az első fegyét. Ugye viszonylag kiegyenlített a csapta, 8-8 az állás. Hátul egy udes. Ez most éppen nem jött össze, viszont az LTT-ben meg teljesen átpozícionálta magát a hegy másik oldalára. Jön a bázis elé a T-29, és most egy nagyon fontos momentumot látna a kedves néző, ugye visszahúzta Probirka a tankját úgy, hogy csak a ellenfél tankjának csak a körvonalát lássa, ezáltal a bokor álcája hozzáadódik a tanknak az álcájához. Ugye valószínűleg elmozgott már a T-29, ugye megint előre jött, felderítette, és megint visszahúzza a tankját. Ezáltal a T-29 azt sem tudja, hogy honnan jönnek a lövések. Lehetett látni, majdnem full HP-n érkezett ide a T-29, és már csak 69 van benne. Hát most már azért felderítődött, és Probirka úgy gondolja, hogy ideje behúzódnia itt ebbe a kis mélyedésbe. De nem, inkább előrébb jön, hogy a érkező tankokat fel tudja deríteni. De kihasználja Ferdinándnak a spotolását, aki azt a full HP-s T-43-at felderítette. És mivel lassan beérkezik a ellenfél tankjai a látókörbe, így hát úgy gondolja, hogy vissza kell húzni a tankot megint ebbe a bokorba. Ugye három tankunk maradt, az ellenfélnek még van 5 tankja. Ugye van egy egylövéses T-43, hát szinte Probirkát is egylövésesnek lehet nevezni. És a csapatunkat hátulról próbálja meg, vagy felülről próbálja meg támogatni az Oni. Meglátjuk milyen sikerrel. És kezdődik egy kis türelemjáték. Szóval minden jó csatához kell szerencse, ez tény, de itt úgy gondolom, hogy a szerencséhez a tudás is hozzájárult. Megint ugye felbukkant az LTTB. És láttátok, mivel nem azonnal húzta vissza magát a lövés előtt, azonnal fel is derítődött. Még egy lövés kéne az LTTB-be. Azt meg is tette a T-43-unk. Viszont sajnos őt kiiszedte valahol a hegyen lévő panter. Jelzi is, hogy körülbelül honnan kapta a lövést. Kettő-öt az állás. Az ellenfél próbálja meg lövöldözgetni azt a helyet, ahol Probirka utoljára volt felderítve. De hát ő onnan azért már elmozgott. És most az a kérdés, hogy honnan jön az ellenfél. Ugye egy T-34-85 felbukkant a hegyszirtén. És jól gondolt az ellenfél, be kéne őket keríteni, és megint visszahúzza a látóhatár szélére. Első lövedéke lepattant. Még egy lövedéknek az átütése kellene a panterba, ez meg is van. Viszont közben kiszedték az Onit, így hát Probirka teljesen egyedül maradt 4 ellenfél ellen. És hát a kilőtt pantert számítva az már 5. Tehát ha innen esetleg le tudja hozni a meccset, akkor az egy Kolobanov lesz. Már csak 3 ellenfél van. Érkezik a Csiri.
Ő is egy 7-es szintű médium tank. Már csak kettő ellenfél van. És most van Houston baj, mert egy full, hát nem is full HP-s, de egy fél HP-s üdes érkezik. És megint visszahúzza a tankját annyira, hogy őt ne lehessen látni. Minden lövés után egy kicsit visszahúzza, de hát lassan olyan közel érkezik az udes, hogy a bokorálcáját el fogja veszíteni. Na még egy lövés kellene az udesba. És megvan a topgánya ezzel a lövéssel Probirkának. Ugye a T-43 szerintem elkövette azt a hibát, hogy annyira féltette azt a 37 HP-ját, hogy nem jött az udessal együtt. Ha az udessal együtt jött volna, valószínű Probirkának véget ért volna a meccs, mert egyszerre két tankot nem tudott volna kiszedni. Ugye megint elbújik itt a susnyásba, hogy így mondjam. Már azzal, hogy most előre indul, kockázatot vállal, mert ha hegyről felderíti a T-43, akkor simán ki tudja szedni, de hát azért próbál bokrok mögött maradni, amennyire lehetséges. Most megpróbál befutni szerintem a hegy alá, hogy a T-43-nak ne legyen csőlehajlása hozzá. Van 3,5 perc. Ugye elméletileg a T-43 egy lövés, picit gyorsítsunk is bele, mert mire itt megmászta szegény a hegyet, addig letelik a napunk. És valószínűleg egy lövés talán még be is tudna vállalni Probirka tőle. Ezért úgy van vele, hogy akkor nosza rajta keressük meg az utolsó ellenfelet. Eljátsz a Probirka az ellenféle, hogy komámasszony, hol az olló. És az a kérdés, hogy hova bújt el a T-43, mert ha támadni akart volna, akkor már rég felderítődött volna. De lehet, hogy inkább az időt akarja húzni. Hoppá, hoppá, ott van. Probirka nem szeretné véletlenre bízni, úgy gondolja, hogy a 43 HP-nak a leszedéséhez elég a robbanó lövedék. Közben már csak 2 perc van hátra a csatából. Itt szerintem egy lövésváltás fog dönteni a csata sorsáról. Nézzük, hogy Probirka ezt a 1v1-es szituációt hogy tudta megoldani. Valahol itt kell lennie, valahol itt kell lennie, ott is van. Egy perc van még hátra. A T-43 előtte magát, és ez a Probirka megnyerte a meccset. Probirka ezért a csatáért megkapta a, természetesen a tankázt. A Kolobonok medált, a Nikolsz medált, ami ugye legalább 4 ellenséges, egy szinten nagyobb tanknak a kilövéséért jár. Természetesen lett egy topgánja, illetve egy nagy karibere. Ugye hát a csapat az valamit összerakosgatott, de túl sokat azért nem. Probirka kiosztott 4641 sebzést egy 6-os szintű médium tankkal, és ezért kapott egy 1921 alap XP-s kört, vagy értéket, ami egész elképesztő számadat. Ugye kilőtt közel 50 lövedéket, abból 29 volt az átütő, hát most a kredit mennyiséget ne nézzük, de legalább lehozta a csatát. Köszönöm a figyelmeteket, Bodzi voltam, sziasztok!